Starting live videó. Jó. Hát gyerekek, akkor Mező Mónika és a Pigmemünk mindig ebben kezdem, és mellettem a Palatinus Tünde, aki te mutatkozz be, Tündi Léci, mert hosszú bemutatkozás lesz. Sziasztok, Palatinus Tünde vagyok, fitness versenyző voltam még a múlt évszázadban, de tényleg. Személyedzéssel foglalkozom, illetve minden olyannal, ami a fitnesshez, a fitnessteremhez, a táplálkozáshoz, a tudatos egészséges táplálkozáshoz köthető, illetve a táplálék kiegészítők. Na várjál, még világbajnok is vagy. Ja, igen. Egy mellékesen. Volt konditermed is a te neved alatt. Igen. Ugye? Volt a Palatinus Fitness. Igen. Mi voltál még? Nem tudom, de a Palatinusról az nem köthető hozzám, sajnos. Az nem köthető hozzám. Versenyfelkészítéssel is, tehát fitness versenyző felkészítéssel is foglalkoztam. Elsősorban női versenyzőkkel, tehát bár a testépítés is hasonló módon épül fel, mert maga a versenyfelkészülés, illetve az alapok azok nagyjából ugyanazok. De szerintem a nőkkel könnyebb, legalábbis nekem. Tehát versenyző felkészítéssel is foglalkozom, versenyeken, testépítő fitness versenyeken bíráskodom, több szövetségnél is megvan a bírói vizsgám, és a Fitness Modell Anyuka versenysorozatot sikerült nekem a világon először összehozni, illetve megszervezni, ami két évvel ezelőtt, illetve most tavasszal lesz a harmadik éve, hogy megrendezésre kerül, de egy évben kétszer, tehát tavasszal és ősszel is van versenyszezon, és most lesz az ötödik fitness modell vagyok a mai tavasszal. Ez mind, és akkor még ezt hozzá tudok tenni, mert nekem te vagy a atya úristen fitnessben, főleg női fitnessben, mert hát szerintem mi lassan 20 éve ismerjük egymást, ezt bevallhatjuk. Többint. Jó, oké. Együtt edzettünk. Volt rá példa, igen. Volt a közös egyéb ügyeink, és akkor... Igen, és... Oké, mondjuk ezt, és akkor a PIG-ben is nagyon sok mindent itt csináltunk, és ennek az eredményét mai napig le tudjátok tölteni, amiben benne van a Tünde neve. A Tünde írt a blog egy részét is, ami az oldalon van. Igen. Próbálom rá venni, hogy írjon még, de ez nem biztos, hogy meg fog történni. És hát én nem tudom, én nagyon sok mindent csináltunk már együtt, úgyhogy óhatatlan, most nagyon sok emlékünk van. Például a Leusterról, ami egy régi PIG termék, és olyan szar volt, hogy mi akkor is megittuk, hogyha senki más. Igen. Most beszéltünk arról, hogy nem készítettünk róla ilyen videót, hogy minden reggel milyen fohászok közepette karba, egymás karját fogva támogatva, egymást muszáj megindulnunk, de azóta hál' Istennek változtattak az összetételén, és iható lett, úgyhogy akkor már nem is volt benne érdekes, amikor már iható volt. Igen, tehát nagyon sokáig és keményen nyomtuk az edzést is, meg hát úgy tűnik, hogy szeretjük ezt az életmódot. Így van, én a Facebookon, a privát, illetve a hivatalos oldalon is folyamatosan azt kommunikálom kifele, meg amikor engem is kérdeznek, hogy ez valóban nálam egy életforma. Tehát nem arról szól, hogy amikor versenyeztem, hogy jaj, 12 hét múlva színpadra kell állnom, és akkor milyen ciki, hogyha narancsbőrös a combom, meg kis úszógumi van itt-ott rajtam, hanem nyilván amikor versenyfelkészülés volt, akkor meg voltak ennek a megfelelő ciklusai, de azóta is odafigyelek a táplálkozásra, nyilván nem versenydiétát tartok, de azért odafigyelek, nem eszek meg bármikor bármit, amikor megkívánok valamit, nem mindig eszem meg, és nem mindig annyit, amennyit szeretnék. Tehát, hogy ez nálam nem arról szól, hogy most akkor egy versenyre felkészülök, és akkor utána egy 10 kiló felesleggel már felismerhetetlenségig eltorzulva megyek az utcán, hanem azért próbálok erre odafigyelni, és tényleg tudatosan élni a mindennapémet, mind a táplálkozásban, és a sportban is. Tehát a rendszeres sport az megmaradt ugyanúgy az életemben. Igen. Na most tűnik szerintem, akkor menjünk rá arra a témára, ami talán a legtöbb embert érdekel, mert minket valami miatt, talán a letölthető cuccaid miatt is, amit a Zsoldoszabó Tibivel csináltatok, a fitness anyuka tervezet és a verseny, ez állandóan itt kering, hogy ezt, ha aki nem tudja, valamilyen szinten te csináltad meg ezt a versenyt, ebben tarts egy beszámolót. Mi van most, meg le is maradtam. Hát ugye te ott tartottál, illetve aki az mondjuk az elejétől kezdve nyomon követi, azt tudhatja, hogy
tavaly előtt tavasszal került meg először megrendezésre ez a verseny. Én mindenféleképpen egy olyan versenyt szerettem volna megvalósítani, illetve létrehozni, ami nem azt mondom, hogy tehetségkutató, meg nem azt mondom, hogy amatőr verseny, de olyan anyukáknak szól, akik igazából nem vágynak fitnessmodell karrierre, nem akarják egész életüket a hal, brokkoli, párol dolgoknak a vonzásában leélni, hanem alapvetően sportolnak, sportolgatnak, odafigyelnek, odafigyelgetnek az étkezésre, nincsen rajtuk extrém túlsúly, de mondjuk esetleg a színpadra nem megfelelő még, és hogy ezeknek egy olyan versenyt, ezeknek az anyukáknak egy olyan verseny lehetőséget biztosítani, amikor azt mondja, hogy egyszer az életben tényleg úgy oda teszem magam, jól nézek ki, gyorsan lefotózom, amíg így nézek ki, és akkor van mit mutogatni az unokáknak, és aztán nyilván visszatérek a hétköznapokba, ugyanúgy sportolok tovább, ugyanúgy próbálok odafigyelni az étkezésre, de nyilván a prioritás, az elsőbség, az áttevődik a munkára, meg hát a családra, meg a gyerekekre, mert anyaként azt gondolom, hogy azért ez az elsődleges, és nem pedig az, hogy most nincsen meg az egy óra kardióm, akkor a gyerek maradjon ott az óvodában, vagy rázárják az ajtót, jó helyen van. Tehát, hogy ez az anyuka verseny ezért jött létre, és nagyon-nagyon sokan jelentkeztek is rá, így van, nagyon sokan jelentkeztek. Úgyhogy az első verseny szezon után, amin 66 anyuka indult, a második verseny szezonban már életkorcsoportok szerint szétbontottam az anyuka kategóriát. A harmadik verseny szezonban akkor is már több mint 40 anyuka állt összesen minden kategóriában a színpadra. Ott is volt az életkor szerinti fitness modell anyuka, és mellé tette még a pro fitness modell anyuka kategóriát is, ami annyiban különbözik a fitness modell anyukától, hogy én nagyon keményen szankcionálom azt az irányvonalat, hogy aki egyszer már indult fitness modell anyuka versenyen, és dobogón állt, az többet nem indulhat fitness modell anyuka versenyen. Pontosan azért, hogy újabb és újabb anyukák érezzenek késztetést, és ne az legyen, hogy jaj, hát a Kovács Béláné nyerte tavaly, meg tavaly előtt is, és most megint indul, akkor hát nekem nincs is esélyem, meg már jönnek megint újak, akik már nagyjából, hogyha tudod azt, hogy ki indul, akkor tudod, hogy mi jól felkészültek. Igen, mert hát végül is jó. Tehát, hogy ezek az anyukák, akik már egyszer dobogon álltak, bármely életkorcsoportban, azok nem indulhatnak többet fitness modell anyuka versenyen, és hanem ezzel a pro fitness modell anyuka versenyen indulhatnak. Úgyhogy ez volt a következő lépcsőfok, és aztán tavaly ősszel megrendeztük a wellness modell anyuka kategóriát, ami egyelőre még nincs megbontva korcsoportok szerint, bár 12-13 édesanyja állt a színpadra. Annyiban különbözik, hogy a fitness modell anyuka kategóriától, hogy ugyanúgy egy fordulós, csak az anyukáknak nem bikinibe, magas sarkúba kell a színpadra menni, hanem edzőcipőbe, és egy ilyen kis sportok, meg ilyen úgynevezett kis wellness szoknyába, ami takarja a feneket. Hát ennek két oka is volt, hogy ezt kitaláltam. Egyrészt az, hogy az volt a tapasztalat, hogy némely anyuka érthető okokból nem szívesen mutogatja magát. A tanga egyébként is tilos, de nem, tehát hogy bugyiban nem nagyon szeretne fölmenni a színpadra, függetlenül attól, hogy szeretné megmutatni, hogy sportos és fit a mindennapokban, tehát ez ugye takarja a feneket, és a másik tapasztalat pedig az, hogy még a hivatalos versenyzőknél is gyakran látni azt, hogy egy kemény diéta, egy kemény felkészülésnek, egy eredményes felkészülésnek nagyon sokszor a popsi issza meg a levét, már mint abból a szempontból, hogy ami még az elején kerek volt, izomból, meg zsírból, az a végén lemegy róla a zsír, lemegy róla a víz, és akkor esetleg nem úgy áll, ahogy azt eredetileg még nagyon-nagyon szeretnénk, és akkor ezt is egy picit lehet vele, ugye takarja az a kis szoknyácska, illetve még egy, hogy azért egy kicsit a csontozati adottságokat is takarja, tehát hogy egy picit a szülés után már nem rendeződnek vissza úgy a medence csontok, akkor egy kicsit szélesebbé maradhat a csípő, és ezt is azért egy picit palástolja. Úgyhogy idén, most május, ja igen, amit még nem mondtam, hogy a wellness modell anyuka kategóriába
nem kell annyira izmosnak lenni, és nem kell annyira száraznak lenni, mint a fitness modell anyuka kategóriába, mert bár az eredeti első versenyen is ez volt a fitness modell anyukára a kiírás, hogy nem kell olyan izmosnak lenni, meg száraznak, mint egy hivatalos fitness modellnek, olyan felkészült anyukák álltak fel a színpadra, hogy én is azt mondtam, hogy úristen, hát ezek megállják a helyüket a normál kategóriába is, és a wellness az inkább egy kicsit tényleg ilyen wellnessesebb volt, tehát nem kell akkora izomtömeg és nem kell olyan szárazságnak lennie, úgyhogy ennyiben is különbözik. És az a nagyon nagy szerencsém van, hogy ezeket a szabályokat, ezeket én ugye te ismersz, ismersz engem, én ezeket nagyon keményen betartom az anyukák és a versenyzőknek az érdekében, és szerencsére a Badisport kupának a szervezője, ahol megrendezésre kerül ez a verseny, Viga Zoltán, ő abszolút szabad kezet adott nekem, tehát ő egyáltalán nem szól ebbe bele, csinálja az anyuka kategóriát, és tényleg ezeket a szabályokat, amik a weboldalamon is fel van, ez következetesen mindenkivel betartatom, és ellenőrzöm, és figyelem, hogy tényleg minden úgy legyen, ahogy az eredetileg a verseny kiírásban szerepel. Úgyhogy azt gondolom, hogy annak a sikere is ez a magas induló, hogy ez így van, illetve még az, hogy a Badisport Kupa az egy nyílt szabadidős verseny, tehát semmilyen szövetséghez nem tartozik, vagyis ez azt jelenti, hogy egy olyan anyuka, aki nem tagja semmelyik egyesület, tehát nem kell hozzá leigazolni egy klubhoz, nem kell sportorvosi engedély, oda megyek a versenynapján, befizetem a nevezési díjat, ha szeretnék színpadra állni, és fölmegyek a színpadra, tehát nincsen elején macera. A Timi mondta, a Zsoldos Szabó Timi, aki fitness anyuka volt. Igen, most már nem sokára más, kétszeres lesz. Igen, most még az utolsó nap a szülésed is edd. Ő mondta, hogy gyakorlatilag a regisztráció az úgy zajlik, hogy viszik magukkal a versenyzők az anyakönyv kivonatát a gyermeknek, mert az kell. Hát igen, tehát valahol igazolni kell. Nincs ott a gyerek. Igen, kénytelen, de most nyilván ezt azért ennyire szigorúan nem veszem, de nyilván be kell mutatni, abból azt hiszem, tehát úgy nem veszem szigorúan, hogy volt olyan, aki jaj, lefényképeztem, és akkor úgy mutatja be, vagy elküldi e-mailen, vagy a fénymásolatot hozza el, tehát így működik, és van egy nyilatkozat, ami szintén fönn van a weboldalamon, amit ki kell tölteni minden egyes fitness modell anyukának, illetve wellness modell anyukának, hogy nem indult még hivatalos versenyen, illetve ha indult, akkor nem szerepelt viszonylag jó eredménnyel, hogy ezzel is ki tudjuk szűrni azokat a tehát, hogy azok indulhassanak valóban, azok álljanak színpadra, akik úgymond első versenyesek. Tehát amennyiben ezt a nyilatkozatot aláírja, akkor vállalja, hogy ha esetleg kiderül, hogy mégiscsak, akkor vissza kell, akkor megfosszuk a címétől, de hál' Istennek eddig még erre nem került soha. De most itt, ami mindenkit nagyon érdekel, és tudom, hogy megőrülnek a csajok, hogyha látják, hogy mennyire jól néznek ki ezek az anyukák, és ők, aki most kerül ebbe az egészbe bele, ebbe a folyamba, ők azt vélik felfedezni, ez egy könnyű cucc, gyorsan felkészülök, és akkor én is ilyen leszek. Most itt egyik azt kérdezi, mert hozzak már elejtő, hogy ez így van-e, mit kell csinálni egyáltalán bárkinek, hogy lehessen legalább egy hasonló alkatú csaj, és hát vannak egyéb történeteid, ami mégiscsak te velük vagy, én csak online megcsináltam, ami ehhez szükséges, de te ott mozogsz körülöttük, hogy tényleg a valóságban hozzuk, hogy hogy lehetek olyan, mint a képeken szereplő szuperanyuka. Hát van jó hírem is, meg rossz hírem is. Nem feltétlenül neked, mert te valószínűleg tudod, hanem azoknak, akik esetleg most csöppentek ebbe bele. Hogyha mondjuk van egy 40 éves anyuka, aki mondjuk kettő gyermekkel bír, és utoljára az érettség előtti tornaórán mozgott utoljára, és van rajta egy olyan 15-20 kiló szerinte felesleg, akkor azt szerintem az nem 15-20 kiló, mert legalábbis a versenyzői színpadi szinthez képest nem annyi, hanem esetleg még több is. Akkor, és az első versenyen nagyon sokan úgy gondolták, hogy hú, szuper, akkor itt van egy ilyen anyukás verseny, akkor felkészülök, ilyen előzményekkel, és akkor 3 hónap alatt csúcsforrába hozom magam, és akkor nekem sajnos el kellett mondanom, hogy hosszabb idő lesz. Ne, igen, de mire már kezdeni magát jól érezni a bőrére, addigra meg már olyan korban lesz, hogy már leépül, tehát igen, szóval, és ez a másik fele, hogy ugye engem is, amikor így megkérdeznek, hogy de hát hol, hogy csinálom ezt, és sajnos azt kell, hogy mondjam, hogy van mögöttem 20-25 év sport, tudatos táplálkozás,
ezt behozni nem nagyon lehet. Viszont a jó hír az, relatív jó hír, kinek mi a jó hír, hogy mindig lehet jobbat elérni, a meglévő állapotnál mindig tudok jobbat, fittebbet, csinosabbat létrehozni. Nyilván amihez, ahhoz képest szinthez. Én azt szoktam mondani, hogy addig jó, amíg valaki azért kezd el sportolni, meg azért kezd el tudatosan táplálkozni, mert esztétikai kérdést csinál belőle. Tehát, hogy ne legyen ott az úszogumi, ne legyen olyan narancsbőrös vagy vastag a combom. A nagyobbik probléma az az, amikor már ez nem csak esztétikai kérdés, hanem ez egészségügyi dologba fordul át. Nem véletlen, hogy az elmúlt 1-2-3 évben az inzulinrezisztencia és a pajzsmirigy működéseknek, a betegségeknek a száma iszonyatosan megugrott, ugye a nők körében kifejezetten. A pajzsmirigy működési problémák az ugye a gyerekvállalásra, nagyon sok mindenre, alakformálásra kihat. Tehát amíg esztétikai kérdés, addig jó, de ha ezzel még nem foglalkoznak abban a stádiumban, akkor előbb-utóbb vannak egészségügyi következményei is lesznek. És azt mondom, hogy ne csak esztétikai kérdés legyen, hanem valamilyen szinten azt is vegyük tudomásul, hogy az élet minőségnek a javulása is legyen cél, ne csak az, hogy most 200-nal kisebb ruhát tudok megvenni a boltban. Most az a kérdés még itt, hogy ezt mennyire bírom anyukaként megcsinálni, mert két gyerekem van, bocs, ugye, és van munkám is, mert tökre szeretnék otthon is lenni, és hát a férjemet nem lenne rossz néha egy kicsit kezelgetni, bár utolsó a soron, ugye, de azért nem árt, igen. Tehát, hát én azt gondolom, hogy ahogy így beszélgetek, meg én is készítek föl azért anyukákat, ehhez mindenképpen sajnos kell egy támogató háttér. Aha. A család? A család. Aha. A család. Tehát azért nyilván meg kell érteni, hogy drágább, mint egy héten háromszor, egy másfél, két órába nem vagyok elérhető, mert az edzőteremben vagyok. Addig a gyerekre te vigyázol, vagy te viszed le akkor a szemetet, esetleg megeszed azt a hideg salátát, saját magad kiteszed a tányérra, és fogod a villát, és megeszed, mert én nem vagyok itthon. Aha. Tehát mindenféleképpen azt gondolom, hogy egy kis női rafinéria kell ahhoz, hogy mit miért csinál az ember, valamit érdemes esetleg felkínálni cserébe, hogy legyen egy kis én időm egy héten. Viszont erről nagyon sokat beszéltünk pont, amikor te a kislányodat vártad, hogy nagyon sokan az anyák, édesanyák közül, akár amikor várják a gyermeküket, akár a későbbi időszakban, úgy érzik, hogy ha saját magukkal foglalkoznak, tehát nem 0-24-ben, hanem mondjuk egy héten háromszor két óra az enyém, akkor ők nem igazán jó anyák, mert nem foglalkoznak a gyerekükkel, és ez benned is volt, és én pont ezt mondtam neked is, és ezt igazolják a meglévő, tehát a nálam készülő édesanyák, meg akikkel beszélek, hogy egyrésztről ez tűnhet önzőségnek, másrészt valamilyen szinten a gyerekemet nem attól fogom jobban nevelni, vagy jobban szeretni, hogy folyamatosan a szájába vagyok, és magamhoz láncolom, és mindenhova megyek vele, és lemondok mindenről, mert ahhoz, hogy én kiegyensúlyozott és boldog édesanyja legyek, ahhoz nyilván olyan dolgokat is kell csinálni, ami nekem ad, rólam szól, és hogyha én kiegyensúlyozottabb vagyok azáltal, hogy hetente háromszor elmegyek egy-másfél-két órát edzeni, két órát azért ne edzenek, akkor ezt nyilván a gyerek is meg fogja érezni, és a gyerek is fogja értékelni azt, hogy egy békésebb, egy csendesebb, vagy kevésbé ingerültebb édesanyát kap. Ráadásul a gyereknek is meg kell tanulni azt, hogy nyilván fiatal édesanyaként nagyon nehéz, hogy állandóan tutújgatná az ember a gyerekét, de a gyereknek is meg kell tanulni azt, hogy önmagával foglalkozzon. Tehát ott lehessen hagyni egy órára vagy fél órára, attól függ, milyen életkorú a gyerek, hogy most akkor játsszál magad, mert anyának ez a dolga, és nem az van állandóan, hogy anya. Aha. Mert hogy ugye óvónő is vagy. Voltam. Nem, ez így nem igaz. Dolgoztam óvónőként, sajnos a iszonyatosan súlyos beszédhibám miatt azt tanácsolták a főiskolán, hogy semmi olyan pályára ne menjek, ahol beszélni kell. Úgyhogy azóta meg se szólaltam. Na várjány, Anya, akkor most elolvasom, hogy miket írtak a csajok. Valamit valaki írt, hogy lenne sem.
Móni, szia! Sziasztok! Nagyon örülök ennek a videó létrejöttem, mert engem is érint az indiai anyukás valamiki, majd esetleg nálad esik be. Jó. Jó? Na, akkor folytassuk itt az anyukákkal kapcsolatban. Na most nem nagyon akarom tovább érezni a helyzetet arra, hogy a versenyre felkészülünk, mert már nagyon te is eltéltél tőle, mert ez a normál hétköznapi anyuka szint. Így van, én azt gondolom, hogy azért a verseny az egy nagyon jó dolog, egy nagyon jó lehetőség, és minden anyuka, aki elindult ezen a versenyen, hál' Istennek, vagy legalábbis nagy része, ami visszajött hozzám, az csak pozitív visszajelzés volt, hogy milyen jó ez a verseny. De alapvetően én azt gondolom, hogy az elsődleges cél mégiscsak az, hogy édesanyaként, ha nem is áll színpadra, de a tudatos táplálkozás és a rendszeres sport az ott kell, hogy legyen az életébe. És a tudatos táplálkozás, ahogy mondtad, hogy ilyen történetek, pont most valamelyik nap az egyik vendégemmel beszélgettem erről, hogy nem megy, a tudatos táplálkozás az valóban tudatosnak kell lennie, és én amikor a személyedzésen jönnek a vendégeim, akkor én időnként így beszoktam szólni, hogy és amit reggeliztél, mit fogsz menni, és akiknél nem működik az alapformálás, a fogyás, a keményedés, a feszesedés, stb., azoknál kivétel nélkül, tehát ahol kudarcba fullad az előírt diéta, amit én is előírok neki, ott minden esetben az van, hogy elindul otthonról úgy, hogy majd útközben lövök valami vadat, vagy szedek bogyót, mint annó. Azoknak, akiknek sikerül elérni a relatív álomalapot, azoknál nem működik. Tehát mindenkinél csak úgy működik, hogyha előre felkészül rá. Azért így van, így van. Tehát most nem feltétlenül kell az, hogy én hajnalban ottan sütögessem, meg dobozoljak, bár egyébként a dobozolás az, ami a legjobban beválik, de most már hál' Istennek azért vannak olyan lehetőségek, hogy lehet olyan menüket rendelni, ami igaz. Ott van az összetétele, tehát az nagyon ritkán működik úgy, hogy majd kiugrok a munkahelyemről és a szomszédos kifőzdébe, majd hát, ha lesz rostoncsirke párolt zöldséggel, vagy natursalátával, nem mindig van. És hogyha egyik kedves vendégem mondta, amikor jött hozzám, mondom, és mondom tegnap, vagy mit ebédeltél, mondta, hogy hát tészta, valami nem tudom én, nem diétásat, és mondom, de hát mondom, miért azt éltél, azt nem volt csirke? De igen, csak hirtelen kellett döntenem, és ez jutott eszembe. Tehát, hogyha ott van nálam a dobozba a kaja, amit egész napra elkészítettem magamnak, akkor kevésbé csábulok el, nem, és cipelem, hazaviszem, meg ha már ott van, akkor megeszem, nem dobom ki, tehát ha már ott van nálam, akkor már élből azt teszem, vagy hogyha már tényleg nagyon-nagyon megkíván az ember valami nasit, akkor azt mondom, hogy előbb edd meg azt, amit kiporcióztál magadnak, és utána már biztos, hogy nem egy rúdrétest fogsz megenni, hanem mondjuk esetleg egy kis túrórudit. És akkor még mindig kevesebb galibát csinálsz, mert a jó minőségű tápanyagot az bevitted a szervezetedbe, és akkor volt mellette egy kis büntimagó, de nem vagy annyira éhes, igen. És a vércukorszinted is sokkal stabilan marad. Most van még egy cucc, amit nagyon régen már megbeszéltük, szerintem 100-szor le is írtad már, mert biztos, hogy csináltunk erről is videót, de azért mondjuk el újra, mert tudom, hogy amikor fitness versenyző voltál te is, akkor így csináltad, hogy otthon nincs kaja betöltve, ugye? Mármint, hogy van semmi. Nem igaz, Monika. Van otthon kaja, csak olyan, amit tudom, hogy megehetek. Igen. A kutyatészta sem, ezt ugye meséltem, hogy megettem a kutyám elől a kutyatésztát. Az nagyon rég volt, azóta már sajnos a kutyám sincsen velem. Tehát, hogy otthon csak és kizárólag olyan ételeket tartok, amik egészségesek, nincsen benne múza, nincsen benne cukor. Nyilván azért rizs, pufasztott rizs, tehát szénhidrátnak kell ott lenni, és meg kell állni azt, hogy akkor este ne álljak neki megfőzni fél kiló rizst, és tovább be mondjuk egy bármivel. Meg kell ezt nyilván állni, de akkor azt mondom, hogy akkor előre megcsinálom a salátát, és akkor jó, hát holnapra az már úgyis megszokjad, akkor inkább megeszem a salátát, és akkor nem veszek hozzá kétszer a pufasztott rizst. Tehát, hogy igen, ilyenkor nekem is a hűtőm olyan, hogy alapvetően csak azokat az élelmiszereket vásárolom meg, amiket ehetek, sőt, nálam ez olyan odáig fajult, hogy azokra a sorokra nem is megyek, ahol ilyeneket lehet venni, mert ki tudja, arra terroristák megfenyegetnek, hogy muszáj megvennem azt a, mint tudom én, milyen pilóta kex csomagot, és akkor megveszem, és akkor megeszem. Nem, és így működik, vagy én a pikratával sem szoktam semmit hazavinni, mert csak megeszik, és ebben különösen veszélyes anyukáknak ugye a hétvége,
mert akkor még több idő van rágni, de tudom, ők mondjuk van tapasztalatod arra, hogy, hogy oldják meg az anyukák, mert egyik ugye a gyerek miatt muszáj legyen otthon a süti csoki íze, hogy egyrészt nyilván igen, másrészt egyébként az anyukáknál gyakori visszatérő probléma az, hogy a gyerek meghagyja azt az utolsó az kis is. 2-3-4 falatot és kaját nem dobunk ki, aha. És anyuka, mint a jó, gondos konyhai malac, megeszi a maradékot. Hát erre több alternatívát ki lehet találni, ugye mindenki a gyerek, illetve a saját habitusának megfelelően oda lehet adni a párnak. A gyereknek lehet esetleg a meg, vagy a kiválasztott adagnál kisebbet szedni, és akkor ha még kér, akkor megtanítani arra, hogy annyit szedjen, vagy annyit egyen, amennyit meg tud enni. Nyilván nem kuszkolom le a torkán, hogy ne etessem túl. De visszatérve arra, amit mondtál, hogy mi van hétvégén, nekem még nincsen gyerekem, de azt tudom, hogy a hétköznapi értelembe véve szerintem nem leszek egy jó anyuka, mármint szerintem jó anyuka leszek, de ezt most ne firtassuk. Én azt gondolom, hogy nagyon-nagyon gyakori hiba az, hogy a gyereknek minden nap édességet kell ennie, mert megkívánja. Nyilván megkívánja a gyerek, de azt gondolom, hogy nagyon sok olyan átmeneti megoldást lehet találni a gyereknek az édesség utáni vágyának a csökkentésére, ami nem feltétlenül arról szól, hogy egy táblacsoki, egy chips, ezt megbontom. Nagyon-nagyon sok példát láttam az életben, amikor délelőtt ott van kibontva a kis akármilyen kis nassolnivaló, a reggel és az ebéd között, a gyerek arra jár, belemarkol, eszik belőle, aztán jön az ebéd, ami esetleg még egészséges is lehetne, de mivel a gyerek észrevétlenül vitte be a kalóriát délelőttönként, nem fogja megenni a kaját, a megfelelő ebédet, tehát én azt gondolom, hogy a gyereket is már ugyanúgy, mint saját magunkat, meg kell arra tanítani, hogy édesség, az édesség az egy olyan tápanyag, amit oké, éhes vagyok, de be tudom vinni a szervezetben mondjuk egy lassú felszívódású szénhidráttal. Én nem azt mondom, hogy ne adjunk a gyereknek édességet, de azt gondolom, hogy napi szinten azokat a nassolnivalókat, amit ugye átlagember úgy a pénztárnál be tud dobálni a kosarába, azokat azt gondolom, hogy azokat nagyon következetesen ki kellene iktatni a gyerekek minden napi étkezéséből, és megtanítani rá, hogy az édességet nem eszik napi szinten. Lehet az egy gyümölcs, tehát hogy most itt nem a gyümölcsökre, vagy az ilyen jellegű dolgokra gondolok, hanem azokra a tömény édességekre. Aha. Jó, hát most egy furcsa párhuzam alakult ki a gyerek és az anyuka között, mert az anyukákat ugyanúgy meg kell tanítani enni, mint a gyerekeket. Az a baj, hogy igen. Ugye? Az a baj, hogy igen, és onnantól kezdve, hogy ugye a számok mutatják azt, hogy egyre több elhízott gyerek van, nem csak Magyarországon, hanem abszolút. A civilizált országokban is, és ez nagyon-nagyon sok esetben, és én ezt nap mint nap tapasztalom, hogy ez annak a következménye, ez két dolognak a következménye. Egyrésztről vagy az, hogy az anyuka sincsen azzal tisztában, hogy ami a gyerek tányérjára kerül, az valójában mit tartalmaz, ez az egyik, tehát ő se tudja, és ezáltal ugye a saját magának se tudja az étkezéseit kontrollálni, illetve tudatosítani. A másik meg az, hogy jaj, hát szegény gyerek. Hát, aha. Hogy jaj, annyira szeretem, hogy így próbálom meg kifejezni a szeretetemet, holott esetleg a gyerek megkapja a szervezetének, illetve a fejlődésének szükséges tápanyagokat, minő jó minőségű tápanyagokat, de a szeretetemet próbálom meg csokival, cukorkával, édességgel, sütivel még fokozni. Jó, hát ha jól értelek, akkor a fitness anyukává válás, hogyha akár megyünk színpadra, akár nem megyünk, csak a férfinek akarunk tetszeni, az egy tanulási folyamattal indul. Igen. Egy erősebb. Egyrészt, bár én azt szoktam mondani, hogy nyilván az is motiváló lehet, hogyha a férjemnek, páromnak, barátomnak szeretnék tetszeni, de én azt szoktam mondani, hogy azért sokkal fontosabb az, hogy önmagunkat szeressük, illetve önmagunknak tegyünk azért. Tehát, hogyha én jól érzem magam a bőrömbe azzal, hogy sportolok, azzal, hogy nem eszek meg naponta két tábla, csak egyet, akkor sokkal jobban fogom magam érezni, jobban fogok tetszeni a férjemnek is, nyilván mondom, ez is egy motiváló tényező, de sokkal fontosabb az, hogy nem másoknak akarjuk megfelelni, hanem magunknak. Most itt ebből kifolyólag már egy órát beszélgettünk, hogy mint önjött, majd elszámított valami, hogy ugye kijött ez itt ebből a beszélgetésből, hogy bárkinek, aki el akar indulni ezen a fitnesses pályán, akár akar versenyezni, akár nem, meg kell tanulni azt, hogy hogyan kell elni, edzeni, élni. És ez nem, én azt gondolom, hogy ez nem fitnesses pálya, hanem amit mondtam, hogy ez egy egészséges életmód. Igen. Itt most az a kérdés, hogy vagy megtanítod őket, és akkor
csinál már meg a szemináriumot is. Az egyik. Beszélhetünk. Ez a number one, a number two, hogy akkor csináljuk, amit általában szeretnek az emberek, mert nem akarják megtanulni, hanem le akarják tölteni az edzéstervet, és azt csinálják. De abban nincs tanulás. Igen, az a baj egyébként, hogy én olyan étrendet nem tudok összeállítani, amire azt mondom, hogy na letöltöm, és ez tuti beválik. Egyrészt azért nem, mert nincs két teljesen egyforma ember. Mindenkinek lehet ilyen-olyan betegsége, nyugi, amit figyelembe kell venni. Más a habitusa, más az életritmusa, a mindennapi dolgoknak a beosztása. Tehát egy picit személyre szabottan kellene ezt megcsinálni, és bár csinálok én személyre szabott edzést, vagy edzéstervet is, meg étrendet is, de én nem tudok 0-24-ben ott lenni mellette, hogy amikor ott állok a falat fölött, hogy bekapjam, vagy ne kapjam, vagy betegyem-e a bevásárló kosárba, vagy sem. Ezért gondolom azt, hogy a szemináriumoknak nem az az elsődleges célja, hogy egy étrendet kapjanak, hanem hogy az alapokat megtanítani. Hogy az, hogy most az az adott élelmiszer, az, ha nem szerepel abba az étrendbe, mert lehet, hogy nem fog szerepelni abba az étrendbe, amit én mondjuk összeírtam, attól az még lehet jó. Mert mint múltkor az egyik versenyzőm rám írt, hogy ehet-e kinoát. Amíg, amikor aha, nagyon új volt. Igen, Google kereső, mi a bánat az a kinoa, megtudtam, megnéztem a fehérje szénhidrát tartalmát, kicsit utána jártam, és ment a válasz, hogy igen, mehet ezzel és ezzel a feltételekkel. Vagy most már olyan zöldségek, meg olyan gyümölcsök jelennek meg a piacon, amikről azt se tudod, hogy ezt pálozni kell, vagy egészbe, vagy mit kell vele csinálni. Aha. Utána kell járni, tényleg most az internetben hatalmas segítség. Aha. Tehát az alapokkal kell tisztában lenni, hogy mi szénhidrát, fehérje, zsír, mi mit csinál a szervezetbe, miből mennyire van szükségem bizonyos aktivitás mellett, és hogyha ezeket tudom, amiket mondjuk megtanulok, utána viszont nekem folyamatosan kell figyelni ezeket az úgymond újdonságokat, hogy mi az, amit tehetek, mi az, amit nem, és a meglévő repertoárból tényleg annyi, de annyi kreatív ételt lehet csinálni, hogy az valami elképesztő. Pont ma délelőtt tartottam egy személyjegyzést, és mondja a vendégem, kérdeztem, hogy mit evett, és mondta, hogy hát nem fog szörülni, paradicsomos káposztát. És mondtam, hogy mondom, ezzel mi a probléma? Ne, nyilván nem. Kérdeztem, hogy mondom, cukrozott paradicsom, sűrített paradicsomat csinálod? Nem, igaziból. Mondom, akkor kókuszsíron csináltad? Igen. Aha. Feltét mi volt hozzá? Hát ma nem lesz ez a feltét, tegnap grillezett csirkemell volt. Semmi probléma nincsen vele. Tehát amikor a diétás étkezésről beszélünk, akkor nagyon sokan azt gondolják, hogy íztelen zöldség, ami vízben úszva meghult valahogy, meg valami íztelen száraz rágós hús. Nyilván van, aki versenydiétában ugye erre vagyunk hagyatkozva, illetve erre kell szorítkozni, de a hétköznapi életben nem. A hétköznapi életben lehet sokkal kreatív ételeket csinálni, és ez nem csak azért jó, mert valóban diétás és alapformáló hatása van, meg fogyasztó hatása is, ugye mivel nem iszünk be plusz kalóriákat, hanem azért is, mert egy kicsit az agyat is megnyugtatja, hogy jó, hát most már sütiket is olyanokat lehet csinálni, hogy meg nem mondod, hogy ez egy diétás valami. És tudod, mi lesz ebből nyanyi? Az lesz ebből nyanyi, hogy te megtanítod őket, hogy hogy kell kajálni, és ez ugyanaz lesz, mint amikor csináltuk a mindenféle átalakító programokat, hogy hát ugye a táplálékiegészítőket ugyanígy meg kell tanulni, használni. Igen. És hogyha csak félig veszük be, nem működik, ha csak picit használjuk, nem annyira oké. Ugyanez megy ott is. Hiába vannak tervek, amiket össze is fűztünk, és a fitness anyukás étrendben is ez van. Igen, igen, nyilván kell egy irányvonal, egy étrend, de sokkal nagyobb a tárház meg a lehetőség. Ha az alapokkal tisztában igen. vagyok, akár táplálékkiegészítők, akár az étkezés kapcsán, akkor utána már azért jobban el tudom dönteni azt, hogy most ránézek, fehérje, szénhidrát, zsírtartalom, jó ez nekem vagy nem. Aha. De most a fitness anyukákhoz visszatérve, itt néhány fitness anyuka nagyon jó volt, színpadon nagyon jól nyomták. Onnan tudom, hogy ez működik ez a módszer, hogy valahonnan belekerültek ebbe a árfolyamba, és utána egy részük elkezdett nálunk írni, és hozták a mindenféle recepteket, amiket már ők találtak ki. Szuper, igen. Szóval igen, pont ez az, amiről beszélek, hogyha már megvan az alapkoncepció, és tisztában vagy vele, akkor utána olvasol, neked is lesznek gondolataid, elképzeléseid, hogyha valaki esetleg szeret a konyhában tüsténkedni, akkor a meglévő alapanyagokból újabbnál újabb dolgokat tud kitalálni, tehát ez azért nagyon jó, mert tényleg egy ilyen új távlatot nyitnak, meg egy új
univerzum gyakorlatilag, hogy, hogy mit lehet kipróbálni. Én például most nem olyan rég almás pitét készítettem, amiben ilyen almás, az almával fehérje volt, fehérjekor volt összekeverve. Na, második, harmadik kifutásra lett az igazi, elsőre se volt rossz, de hát, hogy lehet kreatívkodni, na akkor változtatom az arányokat, zapehelyvízből készítem, stb. Tehát nagyon sok lehetőség van. Na mondjál néhány sztorit, anyukásat vagy nem anyukás, vagy az edző, a veled edző embereknek a siker vagy nem siker sztoriait, de én más világban vagyok, mint te, mondom, mert én nekem a, nagyon sok ember körülöttem olyan, hogy már rá van kattam erre az életre, mint te is, és nem kell magyarázkodnom. A másik pedig az, amit te is mondtad az előbb, hogy hát én mindig el kell magyarázni, hogy ne egyem már meg a kockacukrot. Igen, de én ezt pont erről beszéltem, hogy, hogy nekem most lehet, hogy kezeltetni kéne magam, de engem ez valamilyen szinten nem fáraszt, mert tényleg nem tudja. Igen. Tehát ez egy kicsit olyan dolog, hogy hiába videózunk, meg cikkezünk, 20 ezer éve, még mindig, tehát mindig van új a nap alatt, még mindig jönnek újabb és újabb emberek, akik nincsen ezzel tisztában, illetve a másik az az, hogy amit én tapasztalok, hogy nagyon sokan valamilyen szinten tudják, de ilyen felületes tudás. Tehát, hogy amikor visszakérdeztem pont a paradicsomos káposztára, hogy akkor mi a baj vele, miből készült, és gyakorlatilag rávezette magát arra, hogy semmi, tök jó. Akkor miért gondoltad? Hát, hogy ugye elsőre azt gondolta, hogy akkor az nem jó, de hát most már végül is tényleg jó. Tehát, hogy használni kell hozzá, úgymond az embernek a fejét. Mi volt a kérdés? Nem tudom, de... Ja, hogy olyan sztorik. Hát igazából ez, hogy amit én nap mint nap tapasztalok, hogy csak úgy működik, hogyha dobozol, hogyha elviszi magának, ha készül előre, ha úgy vásárol be, hogy bevásárló listával, és nem az van, hogy na majd beugrok a boltba és veszek valamit, mert tudom, hogy mit ehetek, de ha éppen nincsen a boltba az a valami, akkor pont éppen frissen kisütik a nem tudom én mit, és akkor azt kell megvegyem, mert megkívánom. Tehát, hogy én csak úgy vásárolok, hogy bevásárló listám van, és kerülöm azokat a helyeket, ami esetleg nem annyira jó, hogyha megközelítem. Illetve még egy, hogy amit még én szoktam tapasztalni, hogy valaki elkezdi mondjuk ezt a diétás, tudatos táplálkozást, és csinálja egy vagy két hétig lendülettel, vagy lendülettel, elánnal, és akkor jön egy születésnap, vagy munkahelyi valami rendezvény, vagy elé keveredik véletlenül, mondom, valami olyan étel, amit nem ehetne, és akkor az ember könnyen kísértésbe esik, és az a tapasztalat, hogy ilyenkor az a legtöbb embernél az van, hogy jaj, hát akkor elrontottam a diétát, most már mindegy, én ezt úgyse tudom csinálni, és akkor megint egy-két hétig visszaesik ugyanabba a nem megfelelő táplálkozásba, egész addig, amíg megint, na jó, most már aztán tényleg el kell kezdenem diétázni, megint csinálja egy darabig, és hát, hogy én erre alkalmatlan vagyok, ez tényleg arról szól, hogy nem kúraszerűen kell alkalmazni. Én mind a mai napig úgy tartom a formámat, hogy hetente vagy két hetente tartok egy csaló étkezést. Aha. Már meg is van, hogy most hétvégén, meg jövő hétvégén mit fogok enni. De ez tudatosan van beleillesztve az étkezésembe, tehát heti 6 napot odafigyelek, és előírt alacsony szénhidrát, alacsony zsír mennyiségű ételeket fogyasztom magasfehérje tartalommal, és hétvégenként ebédre van egy olyan étkezés, ami nem feltétlenül felel meg ezeknek a kritériumoknak, és akkor azt mondom, hogy jó, és akkor így hétről hétre tudom is tartani a formámat, a ízvilág is megvan, és akkor így tudom, amit várni. Úgyhogy erre kéne odafigyelni, hogy tudatosan beilleszteni egy-egy ilyen csalónapot ebbe az étkezésbe. Tehát hetente egyet csinálsz? Hát attól függ, igen, hogy milyen programok vannak még, tehát hogyha mondjuk valami rendezvényre megyek, akkor nem biztos, hogy előtte 3 hétig folyamatosan megeszem a egy egész pizzát. Tehát volt olyan, amikor olyan csalónapom volt, hogy megettem egy pizzát, meg egy rúdrétest, és mondom, úristen, ez mind. Gond nélkül, viszont aznap este meg már. Tehát nem az volt, hogy naj, már akkor elrontottam a diétát, akkor már estére már mindegy, akkor már másnap reggelire is mindegy, hanem akkor visszatértem ehhez,
És nagyon, ezt pontosan azért is mesélem el, mert nekem is, amikor versenyeztem, meg mostanában is szokták mondani, hogy ó, hát nektek könnyű, mert hát már 10-20 éve ebbe vagytok benne, és ti már meg se kívánjátok. Hát de. Mert hogy nekünk ezért könnyű, mert már mi ezt biztos megszoktuk. Hát nem akarom, nem akarok semmit elkeseríteni, de igazából nem azt mondom, hogy megszoktam, hanem tudom mérlegelni azt, hogy mi mivel jár. Tehát, hogyha minden nap megenném azt, amit megeszem, mert finom, meg ízlik, akkor tudom, hogy annak milyen következménye lenne, akár esztétikai, akár hosszú távon egészségügyi, és azt mondom, hogy nekem annyit nem ér az a téli szalám és sajtos zsemli, hogy minden reggel azt tegyem meg. Uh-huh. Hanem akkor azt mondom, hogy egy héten mondjuk egyszer. Uh-huh. Tehát, hogy a kísértés az ott van, le tudom küzdeni, de így sokkal könnyebb. És ezt szoktam mondani, de hogy tudok olyankor azt mondani, hogy nem. Csak azt szoktam mondani, hogy arra gondolok, hogy mit akarok elérni. Ha nem fontos számomra, akkor megenném azt, amit nem lehet. Hogyha azt mondom, hogy fontos számomra, hogy ne kelljen behúzni a hasam, nem tudom, amikor éppen olyan jelenésem van, akkor viszont akkor nem eszem meg azt, amit tudom, hogy nem lehet. Aha. Jó, megnézem, hogy Móli mit írt, mert hát, ha kérdez valamit. Jó, valamelyik palacsinta por finom. Jó. Nyanyi, van még valami, amit el akarsz mondani? Hát nagyon szeretném majd az interjú kívül megbeszélni, hogy fogunk mi folytatódni. Hogyan tovább, igen. Igazából tényleg így nagyjából elmondtunk, vagy elmondtam mindent, hogyha valakinek nem sikeres az alapformálása, akkor általában nagyon-nagyon ritka az, hogy valami, na, nekem a szüleimtől is, én ezt nem bírom megcsinálni. Várjál, szokott ilyen is lenni, hogy pajzsmirigy. Nem tudok futni. Futni nem, én nekem a vendégemet nem is futtatom. Mert igen, ez a betegségre azért nagyon gyakran hivatkoznak az emberek. Erre mit mondasz? Erre azt mondom, hogy van olyan versenyzőm, aki pajzsmirigy beteg, és a pajzsmirigy betegségnek a diétája az majdnem a szigorú verseny diétával egyezik meg, és pontosan a fitness modell anyukára visszakanyarodva, a Vida Fitnessben dolgozik egy személyjegyző férfi, akinek a felesége szintén ilyen betegségekkel küzdött, és ennek az összes velejárójával együtt, és két versenyre is felkészült, nagyon szépen sikerült átalakítani a testét, és az orvosok azt mondták, hogy ebből nem lehet kigyógyulni ebből a betegségből, de most neki valami mégiscsak sikerül. Tehát, hogy nagyon sokan azt látom, és van olyan vendégem is, aki pajzsmirigy beteg, és ő szereti magát, és szereti magát kényeztetni az ételekkel. Amivel nincsen gond, csak amikor már az egészséggel játszunk, akkor nem lehet ennyire félváról venni, én azt gondolom. Jó. Ennyit értek, egyébként csak te keményebben nem tudod mondani, meg a hát én ismersz. Nem kötött falazok. Tehát én azt szoktam mondani, hogy egy dolgot kell eldönteni, mennyire akarod. Nem szájba, tehát nem verbálisan, hogy most én elmondom, hogy te nagyon szeretnék lefogyni, mert az csak egy dolog. Ugye a tett meg a bizonyíték, illetve a szavak meg a bizonyíték közötti különbség. Hogyha valóban nem eszem meg este azt, amit nem lehet, és ebédre megeszem azt, amit kell, akkor szeretném igazán megvalósítani és elérni azt. Addig, amíg csak beszélek róla, addig én nem hiszem el neked. Illetve bólogatok, hogy persze, majd bebizonyítja az élet, hogy valóban tényleg annyira fontos, mint mondod, vagy pedig hajlandó vagy érte tenni nap, mint nap. Mert ez gyakorlatilag, ugye erről beszéltünk, hogy ez életmód, nem arról szól, hogy most tartok egy 60 napos káposzteleves, vagy nem tudom milyen kúrát. Aha. Jó van, Nyanyi. Ennyi. Ennyi. Hát több is majd műsorok. Most már egy és egy órája beszélgetünk. Köszönjük, hogy jöttél. Igazán. Két kihagyás után. Örülök, hogy itt lehetek. És megpróbálom csajok megszerezni, hogy azért többet lássunk belőled. Mit tudom én. Folytatjuk azt, amit folytatjuk. Sziasztok, köszönjük, hogy itt voltatok. Sziasztok, örülök, hogy itt voltatok.